A belügyi, rendvédelmi és közszolgálati dolgozók szakszervezetének elnöke megerősítette híradónknak, ő is látta már azt az el nem fogadott rendelettervezetet, amely szerint a rendőrök 500 ezer forintos évvégi jutalmat vihetnek haza. Ez a juttatás viszont csak a szolgálati viszonyban állókra vonatkozik, így csak nem 10 ezer rendvédelmen belül dolgozó ember kimaradhat a jutalomból. Egy kiszivárgott belügyminisztériumi rendelet szerint a rendőrök bruttó 500 ezer forintos juttatásban részesülnek évvégén. A még el nem fogadott tervezetet a Zsaruellátó Facebook oldal posztolta. Azóta ezt Bárdos Judit, a belügyi, rendvédelmi és közszolgálati dolgozók szakszervezetének elnöke is megerősítette híradónknak. Ő azt mondta, hogy látta a miniszteri rendelet tervezetét, amely kifejezetten a rendvédelem területén a csak szolgálati viszonyban állók részére kívánja ezt a juttatást megadni. És ez a magyar közlönybe való megjelenés már 23-ára tervezték. És én abban bizakodom csak, hogy azért nem jelent még meg, mert a minisztérium azon dolgozik, hogy hogyan lehet a kimaradó több mint 10 000 kollégát, akik rendvédelmi igazgatási jogviszonyban állnak, vagy munkavállalóként dolgoznak, szintén ilyen típusú jutalomban részesíteni. Jelenleg az állományban körülbelül 60 ezren vannak, ebből 50 ezren meg is kaphatják ezt az évvégi juttatást. 10 ezer ember azonban kimaradhat a jutalomból, tehát kaphat például a rendőr, a tűzoltó, a büntetés végrehajtási őr, de akik az irattárban dolgoznak vagy részt vesznek egy nyomozásban, de funkcionális munkát végeznek, ők nem. Az irodában együtt ül egy hivatásos és egy rendvédelmi igazgatási alkalmazott, az egyik kap, a másik meg nem kap semmit. Nagyon borzasztó dolog lesz magán a rendvédelmen belül, hiszen a minisztériumokban így nem különböztettek. Megkerestük a belügyminisztérium és az országos rendőrfőkapitányság sajtóosztályát is, de a kérdésünkre egyelőre nem válaszoltak. Pár napja nagy port kavart a hír, hogy az országos mentőszolgálat dolgozói közül többen még a 37.500 forintos évvégi juttatásukat sem kapták meg. Volt olyan, aki csupán pár ezer forintot kapott. Ez a 37.240 forint, ez nem pulykapénz, ez nem karácsonyi juttatás, ez a mentősöknek megállapított költségét fedezi, ami a munkaruhájuk mosatásából, a bankszámlájuk kezeléséből, a cipővásárlásból adódik. Tehát nincs arról szó, hogy ez az összeg, ez bármiféle jutalom lenne, ez egy járandóság, amit nem kaptak meg, vagy nem csak részben kaptak meg. A Polt Péter vezette legfőbb ügyészség dolgozói átlagosan bruttó 650 ezer forint jutalmat kaptak. A belügyi dolgozók 607 ezer forintot, a Magyar Nemzeti Bank dolgozói 537 ezret, míg a külügyi dolgozók átlagosan 384 ezer forintot vihettek haza.